Virat Kohli, Mikaela Shiffrin, Ellen Oliveira, sok az ismeretlennek ható név a világ 50 legpiacképesebb sportolójának top listáján, miután azonban számos potenciális világsztár is szerepel, és ott a szempontok közt a vonzerő, a trendformálás és a bizalom is, meg hát hatalmas az ázsiai marketingpiac. A sportolók üzleti mérhetőségéről beszélgetünk, a két vendég Kassai Lilia TS sportmenedzsment tanszékének oktatója és az NSON blogot vezető Szabados Gábor sportközgazdász. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! És kezdjük ott, hogy mit jelent ma a világban ez a fogalom, hogy legeladható sportok? Tehát igazából miből tevődik ez össze, mert elég bonyolult. Azt tudjuk, hogy jó, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, ezeket meg tudjuk egyből magyarázni, de hogyha egy kicsit részleteibe belemegyünk. A piac nagyon sokat számít, hogy már te is utaltál az ázsiai piacra, tehát az, hogy milyen sportág és annak milyen felvevő piaca van, az ugye rengeteget számít, tehát ha mondjuk kriketről beszélünk, indiai kriket bajnokságról, hát India a hajdani ország, brit birodalom, amit bejön, abszolút. A hajdani brit birodalomnak a így van. De ha csak Indiát nézzük, ugye 1 milliárd felett van a piac teljes mérete, tehát Európában lehet, hogy nekünk ez furcsa és ismeretlen, de ha azt nézzük, hogy egy adott sportágnak, adott személynek mekkora lehet a felvevő piaca, akkor ez egy olyan szám, amivel nyilván a világ élvonalába lehet kerülni, és hát még nagyon sok ilyen sportág van, ami lehet, hogy a mi látókörünkön kívül esik, de globálisan összevetve a számokat, ettől még nagyon komoly értéke lehet. Vagyis ilyen értelemben bőségesen lehetséges eltérés a globálisan ismert világsztár, illetve a legnagyobb reklámértékű versenyzők között. Egyértelműen, mert amit mi látni szoktunk, hétköznapi megközelítésben bármelyikünk, az a reklám. És amilyen számokat is látni szoktunk, vagy ami megjelenik a médiában, az a reklám, vagy milyen reklámszerződése van. De azért ennek van egy előzménye, tehát egy-egy sportoló, sportág, egyesület, vagy világverseny, vagy különböző szintű verseny, hogy tudja megmozgatni az embereket. Tehát ha nincsenek ott nézők, nincs beágyazottsága, vagy nagyon egyszerű, nem tudja a figyelmet úgy magával ragadni, hogy az emberek megmozduljanak, mert hogy akarnak attól valamit, akkor az a sportoló sem lesz reklámarc, mert hogy nincs kihez szóljon. Tehát a sportoló akkor tud ilyen toplistákon ebben a szakaszban nagyot alakítani, hogy a sport teljesítménye mellett, ami nagyon fontos, az embereket ez érdekli is. És akkor itt megmozdul az a kérdés, vagy megjelenik az a kérdés, hogy van-e nézőközönség, az a nézőközönség a szívét oda tette, tehát vesz-e mindenféle ilyen kegytárgyakat, helyszínen fogyaszt-e, tehát hogy alapvetően több részből tevődik össze az, hogy ki számít marketingelhetőség, vagy marketing szempontból olyan sportolónak, hogy a klubjának, és akkor most ragozhatjuk a sportszervezeteket, tehát a klubjának is egy nagyon alapos értéket és építgetendő sportolót jelent, illetve a különböző szervezeteknek, tehát akár egy tévétársaságnak, akár a szponzoroknak, ő tényleg olyan hírvivő, akire az emberek odafigyelnek. Tehát inkább ez egy ilyen több lépcsőből, és mi a jéghegyet látjuk, amikor tényleg reklámfilmek vannak. Uh-huh. Na de ilyen szempontból, hogyha az ilyen globális listákat nézzük, akkor az ázsiai piac miatt előbb-utóbb további áttörésre számíthatunk, nem? Tehát megjelenhetnek olyan kínai sportolók, akár mondjuk olyan ott nagyon népszerű sportágban, ami nálunk nem akkora nagy szám, de simán föl lehet kerülni majd erre a listára. Egy olyan óriási piac miatt, hogyha Maja Gábor utaltál az indiai piacra. Pontosan, ez teljesen reális, hogy ez előfordul. Teljesen más területeken, tehát most nem sportról beszélve, hanem az, hogy mondjuk milyen oldalakat, milyen honlapokat használnak a világon a legtöbben, nagyon sok területen az van, hogy olyan honlap vezeti a listát, akár mondjuk közösségi oldalok területén is, ami egyébként csak Kínában működik, de mivel az egy akkora piac, ezért minden más versenytársat, ha csak a számokat nézik, hogy hányan használják, meg tud előzni. Ugyanez igaz természetesen a sportmarketing területére is, tehát ahogy te is mondod, abszolút előfordulhat az, és azt gondolom, hogy kínai sportolók esetében ez nem csak a jövő, hanem a jelen zenéje, hogy egy-egy kínai sportoló a saját piaca miatt ilyen értelemben, globális értelemben is listavezető tud lenni. Ugye a listát összeállító sportmarketing cég azt is jelezte, hogy
Persze az ismertség a leglényegesebb mérőszám, meg az, hogy ki mennyit keres ezek a reklámszerződésekkel, de további faktorokat is figyelembe vettek. Vonzerő, trendformálás, áttörés a piacon, befolyás, bizalom, törekvés az ismertségre és a támogatói lehetőségek. Tehát a lehetőségek tárháza, a bennük lévő potenciális kifutás is ott van. Ezek közül melyek a legfontosabbak? Hát amikor már ott vagy, tehát amikor már odafigyelnek rád, akkor már az, hogy mennyire tudsz bizalmat sugárzott, tehát milyen ember vagy, mit sugárzott. Sokféle típusú ember van, mindannyiunk más, de az első, hogy kerülj oda, akarjanak rád figyelni. Tehát, hogy amiket elmondtál jellemzők, azok már akkor működnek, amikor 4-5-8 ember át tudott lépni egy pontot. De odáig eljutni azért ugyancsak 8 faktorra lehet meghatározni. Tehát, hogy te milyen sportteljesítményt nyújtasz, a sportágad milyen, a klubod milyen, tehát, hogy milyen szinten van, mennyire tudod fenntartani a teljesítményedet, tehát újra, meg újra, meg újra hozni, mit csinálsz a pályán kívül, milyen a fizikai megjelenésed, és hogyha már ezekről a globális trendekről beszélünk, akkor egy európai-amerikai kultúrkörnek a ismert sportolója, hogy vihető át Kínába? Vagy egy kínai sportoló, abban a kultúrában, hogy tudod. Az európai labdarúgás nagyon keresi, mint piacot, és ahogyan David Beckhamet felépítették oda, ahogyan most ugye a Real Madrid vagy Manchester United elsődlegesnek tekinti a csak odáig el kell jutni, hogy valakit fel lehessen építeni eszközökkel. És ahhoz nagyon sok mindent ő tud tenni, aztán van egy pont, ami így vagy van, vagy nincs. Érted? Tehát, hogy hogy nézel ki fizikailag, vagy hogy kommunikálsz, szereted a médiát, azon már nem tudnak az emberek, szakemberek dolgozni, mert az te vagy. Na hát ezt akarom mondani, mert hogy például ilyen értelemben egy marketinggépezet antisztárból tud-e sztárt építeni, olyan élsportolóból, aki mondjuk szállítja az eredményeket, de kerüli a nyilvánosságot. Itt van például ezen a listán Missy Franklin, amerikai úszónő, ugye úgy 8., hogy visszautasította a profi szerződést London után, tanulni akar, amatőr marad, nyilvánvalóan később ez változhat, de azért vannak néha olyan esetek, talán a kivétel erősíti a szabályt, amikor egy látszólag antisztár is ott van ezeken a listákon, és iszonyatos szerződései vannak. Mi múlik ez? Ugye a Lili által felsorolt pontok között az első a sport teljesítmény volt, és ez nem véletlen, anélkül a dolog nem működik. Tehát ha itt teszik fel a kérdés, hogy egy antisztár, tehát aki sporteredményei jók, de marketingben nem erős, egy ilyet sokkal könnyebb felépíteni, mintha fordítva gondolkodunk. Tehát olyan valakit, akinek nincsenek sporteredményei, de mondjuk az előbb elhangzott kritériumoknak megfelel, tehát tud nyilatkozni. Az egy nehezebb dolog. Egy jóval nehezebb dolog. Ideig, óráig nyilván fel lehet tartani valakit amiatt, mert jól néz ki és jól eladható, de sportteljesítmény nélkül hosszú távon nem működik. De aki szakajtókkal nyeri mondjuk a Grand Slameket teniszbe, de titokzatos és eltűnik a nyilvánosság elől, az nyilván egy egyszerűbb feladat mégiscsak, nem? Mint persze. Hát azt már lehet szakmailag közelíteni, mert hogy az adottságai, a kiinduló pontja megvan. Igen. Tehát nem erőszakolni kell őt, hanem ő van, és akkor azon kell gondolkozni, hogy vele mit lehet úgy kezdeni, hogy ez neki is jó, neki is hiteles, és egyébként az emberek számára ez mond valamit. És ugye, ha már szóba hoztad, hogy antisztár, ugye a mai világban, amikor ipari mennyiségben folyik a sztárok felépítése, kiépítése, és mindenhol hajlandóak nyilatkozni, hajlandóak részt venni, stb. Egyre érdekesebbek lehetnek azok az emberek, akik ebben a sorban nem állnak be. Tehát akik tényleg, ahogy te is mondtad, nem hajlandó arra, hogy minden ilyen megjelenésben részt vállaljon, hogy minden felkérést elfogadjon. A nagy közönség számára ezek még érdekesebbek lehetnek azáltal, hogy egyébként meg a más típusú embereket ugye tonnányival kapjuk minden nap a médiából. Tehát ilyen értelemben ez hosszú távon akár kifizetődő is lehet, de természetesen ezek mind rettenetesen függnek attól, hogy éppen hogyan alakul a piac, az adott sportág helyzete, milyen új emberek tűnnek fel. Tehát például úszásban, ha már szóba került ez a példa, nyilván Michael Phelps óta lényegesen könnyebb felhozni új embereket, mert ő az úszást is felemelte egy új szintre azokkal az eredményekkel, amiket elért, és azzal, hogy ő lelépett, maga mögött hagyott egy űrt. És akkor onnan már marketingelhető az is, hogy azt mondjuk, hogy az új Michael Phelps, az új Cristiano Ronaldo, az új Messi, pontosan. És akkor jönnek ezek a kifejezések. Na most azt nézzük meg, hogy igazából mennyire írhatja
fölül mondjuk sportágának egy relatíve kevéssé marketingelhető állapotát, mondjuk egy nagyon különleges, jól kommunikáló sportember. Nekem mondjuk a horvát Blanka Vlasics nagy kedvencem, egy nagyon különleges nőről beszélek, természetesen magasugró sztár és a világversenyek aranyérmének a birtokos, ez egy kicsi országból jön, és mégis valahogy nem tudom, az egész nő így valamit nagyon túl. Pont, tehát elmondtad azt, amiért mi. Ez egy karakter. Igen, tehát, hogy ő az, akire te kíváncsi vagy. Tehát, akire te, mint szakmabeli, odafigyelsz, és keresed a titkot, keresed azt, ami téged magadat is izgat, és utána továbbadod. De ez a fajta izgalom, ez addig az ideig, amíg ő ott van, addig viszi a sportágat is. Mert hogy hát ő onnan jön, azt mutatja, az a szakmája, abban igazán jó. És nem csak abban jó, hanem emberként is valamiért nagyon izgalmas, érdekes. De hogy tovább megy, akkor kicsit visszacsúszik ugyanarra a helyre. Tehát ezeknek, ha nincs maga, a sportág nem olyan, vagy nem abban a közegben jelenik meg a sportoló, ahol a sportág maga izgalmas az emberek számára, akkor ő utána az űr következik, és a sportág nem lesz olyan is. Mert a végén még egy mondatot a magyarokról. Hogyan állunk mi az ilyen kutatásokkal, vizsgálatokkal és a magyar sportokra vonatkozó listákkal? Hogyha lenne, vagy van, de inkább lenne ilyen listánk, akkor azon a kézbeli listának az elején vélhetően a sportág állapot ellenére a futballisták lennének? Nagyon komoly probléma az a magyar sportban e tekintetben, hogy ugye a mi legsikeresebb sportolóink a kevésbé népszerűbb sportágokban működnek. Ugye szoktuk mondani, hogy a hagyományos magyar sportágok, amelyekben a jó eredményeket írjuk el az olimpián, ezek ugye nem azok, amelyek a világban népszerűek, értelemszerűen Magyarországon sem népszerűek. Tehát most tegye fel a kezét, aki mondjuk kajakkenu, vagy vívó, vagy öttusa versenyen rendszeresen meg szokott fordulni. Ezek nem olyan sportágok, amelyek ilyen közérdeklődésre tartanak számot. Talán a vízilabda lehet egy határeset, ugye, amelyiket még viszonylag jól relatíva a többihez képest el is lehet adni. Éppen ezért, amit egyébként mondasz, teljesen igaz, hogy még mindig a labdarúgás a legnépszerűbb sportág Magyarországon, hogy mindig azt nézik a legtöbben, csak a labdarúgásnak az imázsa nem olyan, tehát ez egy negatív érzés mindig kapcsolódik hozzá, tehát nem olyan pozitív a megítélése, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy talán kézilabda és vízilabda az, amelyik még eredményekben, népszerűségben valahol egy olyan metszetet képezhet, ami a legértékesebbé teheti az ott szereplő sportolókat. A végére értünk, de Lili még, mert hogy az előbb igen, tehát, hogy azért nem etintettél a focistákra. Hát egyrészt a lehetne magasabb, a népszerűség, mint sportág, az adottsága megvan. Az, hogy mit hozunk most ki belőle, az hagy lehetőséget a fejlődésre, és az egyéni sport, meg a csapatsport kicsit aránytalan olyan szempontból, az egyéni sportolóink keveset vannak szemünk előtt. Tehát egy-egy világversenyen, amit mi rendezünk, azért nagyon nagy tömegeket meg tudnak mozdítani. Egy-egy csapatsportágban a sikereink nagy tömegeket meg tudnak mozdítani. Tehát, hogy az ismertség mellett az, hogy az emberek tényleg mennyire aktívak, igazából az mutatná a sportolóink népszerűségét. Ilyen szempontból a foci most kicsit hátrébb van, viszont a kézilabda, a vízilabda, illetve azok az egyéni sportvilágversenyek, amik itthon valamilyen siker reményében kommunikálnak is előtte, azért azok meg tudják mozdítani az embereket. Csak kicsit máshogy kell mérnünk, mint Persze, mint globális. Na most, tehát azért majd egyszer kíváncsi leszünk egy ilyen listára, előbb-utóbb meg fog születni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.